Sziasztok gyerekek, ez egy újabb videó, és hát nem hiszitek el, de már másodjára csinálom ezt a videót, mert egyszer kitörlődött az összes izé, már le volt editelve minden, már le volt mentve a galériába. Azt hittem én, aztán ugye kitöröltem a felvételeket, amik szükségesek voltak a videóhoz, de én már azt hittem, hogy le van mentve a galériára, szóval azzal már semmi baj nem lesz. Kitörlöm, bakker, mennék bele megint a Power Directorba, meg akarom nyitni a videót, hoppá, mit írt ki, azt írja ki, hogy Hát hogy elvettek a videó felvételek, na én egy, szóval nem bírom kirakni ezt a videót, aztán elkezdem csinálni a másik videót, akkor mi történik, szerintem nem kell mondani semmit, nézzétek. A Gabit, ugye én prankelni szoktam a Gabit, de már engem is prankelnek, szóval értek, már prank háború lesz. Mi a faszom van? Bazd meg. Hallod, most tényleg videó közben hívtál fel. De nem baj. Nem baj, közben beszélhetünk. Sok emberrel dolgoztam ma a pályafutásom során, de ilyen gizda emberrel, mint vele, de még nem találkoztam. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt vagyunk újra egy újabb videóba, és végre elmondom, mit akartam. Az első és a legfontosabb dolog, hogy Discord szerver jött létre, ugye. Az egyik nézőm csinálta, ugye köszönöm neki. Ez igazából egy ilyen Free Fire Discord szerver, ahova bárki bejött, tényleg gyertek be nézők, velem is bírtok beszélni minden, én is néha majd felnézegetek, van ott csapattárskereső, csevegő, minden, el bírtok beszélgetni, úgyhogy ja, lépjetek be, igazából nem kell más csinálni, mint rámentek a linkre, ugye, és akkor a link az majd automatikusan bedob titeket a playáruházba, ahol letöltöttek a Discordot, és igazából onnantól már csak be kell jelentkezni, és ott lesz a Discord csoport. És igazából bármikor, amikor beléptek, ott lesz egy csomó funkció, ugye csapattárs kereső, csevegő, meg egy csomó ilyen cucli, privát bígítok beszélni egymással, bármi igazából. Úgyhogy ja, második pedig, hogy engem is beprankeltek, mert ugye én is prankelem a Gabit, már én is prankelem a... De nem, engem is prankelnek, azt akartam mondani, mert prank háború lesz szerintem, az elég durva lenne. Szóval igen, lesz egy videó igazából bevágva, meg igazából remélem majd a csatorn, igazából majd ír ide Dominik, és akkor majd rá tudnak menni a csatornádra. Megnézhetitek, hogyan prankelnek be engemet a koronavírussal, vagyis a koronavírussal. Hát ja, elég durva volt, de szerencsé, hogy nem igaz. Hát igen. Igazából még lenne egy, igazából azt, hogy meg szeretném köszönni, hogy tényleg ennyien kommenteltetek is, elértik az 1100 kommentet, és az alá a videó alá szerintem mindig fognak érkezni kommentek majd, nem marad meghalva a chat. Tényleg gyerekek, oda bármikor kommentelhettek, bármikor oda mehettek, egy csomó kommentet írhattok még, már több mint 1100 van, és hát igen, szerintem ez elég nagy dolog egy e-fail videó alatt, főleg egy ilyen magyar Free Fire videó alatt. Hiába, hogy igazából kihasználtuk, hogy csomót lehet küldeni. Nyilván nem 1001 külön ember kommentelt, úgyhogy ja. Érkeztek értelmesebb kommentek, kérdések, ugye. Azt is meg szeretném köszönni. Igazából nem üt le, bazd meg ezek a klások, mert már ezekből is ki van a tököm. Bazd meg! Hol mész? Na, bazd meg, akkor el is mentél, mi? Meneküljé, te! Klával tudsz keménykedni az AVM tudásod, meg Nuku? Szerintem is az ilyenek. Na, hol vagy te? Jó? Na mi van? Na most mi van? Ilyenkor meglestek, mi? Az a baj, így elbújt, jaja. Most igazából én voltam a szar AVM-es. Across the country. Here we go back. This is the moment.
Jó? Mert itt... Ja, hogy a gyereked már itt van fent. Ja, jó. Hát jó, azt már nem így, de valahogy így kéne. What the fuck? Hát nem tudom, hogy milyen taktikát próbált az a gyerek csinálni, de elég szar volt. Nem, de legalább megnyert így, GG. Buddy was watching, I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.